Annyeonghaseyo! Kovács Jankának hívnak. Ahogy már megszokhattátok, ebben a kis videósorozatban segítséget szeretnénk nektek adni, hogyha belevágtatok a koreai nyelvnek a tanulásában. Ebben a részben is néhány hasznos kifejezést fogunk megtanulni, azzal kapcsolatban, hogyha valakinek jó kívánságot szeretnétek kifejezni, akár ünnepek, évfordulók kapcsán, akár például olyan helyzetben, mint most a koronavírus járvány, hogyan érdemes például jobbulást kívánni koreaiul. Nézzük is az első kifejezést, amivel azok, akik már tanulnak koreaiul, biztos, hogy találkoztak, vagy akkor is, hogyha mondjuk koreai drámarajongók vagytok, ez pedig a boldog születésnapot. A klasszikus kifejezés ilyenkor a Sengil Chukahamnida. Sengil azt jelenti, hogy születésnap, a Chukahamnida pedig a gratulációnak egy kifejezés módja a koreaiban, tehát több kifejezésben is találkozhattok vele, de például így a boldog születésnapotnál így kell kimondani, Sengil Chukahamnida. Hogyha észrevettétek, ez megint csak egy hosszabb kifejezés, tehát ez utal arra, hogy ez a magázó forma, hogyha tegező viszonyban vagytok annak, akinek boldog születésnapot szeretnétek kívánni, akkor Sengil Chukahe. A következő kifejezés az azzal kapcsolatos, amikor elmegyünk aludni, tehát jó éjszakát kívánunk, szép álmokat, erre tanuljuk meg azt a kifejezést, hogy Chalcha. Ez egy nagyon rövid, tehát gyanakodhatunk arra, hogy ez megint csak egy tegező forma. Itt találjátok meg leírva. Chal, chá. A koreai nyelvben nagyon sokszor fogjátok hallani ezt a szót, hogy chal. Ez azt jelenti, hogy jó, jól, és a chal, chá. A chá az a csada igének egy rövid formája, a szótöve, és így, ha összemossuk a két értelmet, akkor már is kiformálódik az, hogy jól aludj, tehát ők így gondolkodnak arról, hogy szép álmokat, vagy jó éjszakát, csálcsá. Hogyha szeretnétek egy kicsit tisztelettudóban, tehát magázó formában mondani, akkor hozzáteszitek azt a pici szócskát, hogy jó. Ez egy trükk annak, aki még kezdő a koreai nyelvben, hogyha jóval végződik egy ige, akkor az általában a magázó forma. Chalcha, ez mondtam tegezve az, hogy jó éjszakát, chalcha jó, az pedig egy magázó formában ugyancsak ezt jelenti. A következő kifejezés, ebben ismét találkozhattok majd a chal szócskával, amit itt magyaráztam, ugye ez a jó-jól, és ez pedig az lesz, hogy szép napot, jó napot kívánok, de nem a köszönésnél, hanem úgy általánosságban, hogy legyen szép napod. Háru, chal, pone se jó. Látjátok, itt is jóra végződik, akkor megint csak kaptunk egy kis információt arra, hogy ez egy magázó, udvarias forma. Háru azt jelenti, hogy nap, a chal, ahogy már megbeszéltük, jól, pone se jó pedig tölteni, látni, tehát hogy az értelme a teljes mondatnak az lesz, hogy legyen szép napja. Megint csak, hogyha tegezni szeretnétek, akkor elég levágni a végét, ahogy már egy korábbi videóban is mondtam ezt a trükköt, levágjuk majd azt, hogy se jó, ez egy nagyon tiszteletteli kis kifejezés, haru chal pone, ez lesz a tegező formája. Nézzünk egy kifejezést arra az esetre, hogyha valamelyik óra ismerősünk rosszul van, vagy gyengelkedik, akár így a vírus kapcsán, érdemes megjegyezni ezt a kifejezést, ez a jobbulást. Ők, elmondom előre, hogy hogyan gondolkodnak erről, inkább azt fejezik ki, hogy gyorsan legyél jobban, tehát hogy érdemes ezt a kis szócskát, hogy gyorsan megjegyezni. Ez lesz a palli. Ezt szintén azok, akik néznek mondjuk koreai sorozatokat, vagy hallgatnak koreai zenét, szöveget, az nagyon sokszor kihallhatják ezt a kis szócskát, palli-palli. Sokszor még a koreai kultúrát is szokták úgy mondani, hogy ez a gyerünk-gyerünk kultúrája, palli-palli. És ebben az esetben azt kívánom a másiknak, hogy legyen gyorsan jobban. Tehát, hogy ők így fejezik ki azt, hogy jobbulást. Palli-nájo. Palli-nájo. Megint csak, aki már rutinos a koreai nyelvben, az észreveszi, hogy jóra végződik a kis kifejezésünk, tehát hogyha levágjuk róla a jót, akkor pallina, ez lesz a tegező formája. Ezt érdemes megjegyezni, mert nagyon sok kifejezésből egyből két fajtát is meg tudtok így tanulni, a tegező és a magázó formát. Lássunk egy kis
másik verziót, vagy egy módosulását annak, hogy hogyan lehet szép napot, vagy akár szép hétvégét kívánni. Ugye megbeszéltük már a csál szócskát, amit nagyon egyszerűen fogalmazva ez a jó napot, legyen jó napot, vagy akár ezt használhatjuk a hétvégére, és most megtanítom a hétvége szót, hogy tudjátok ezt használni a hétvégére vonatkozóan, és egy másik szinonimával fogjuk megtanulni ezt a kifejezést, hogyha ügyesek vagytok, akkor tudjátok kombinálni, és már is sokkal több fajta kifejezés lesz a tarsajotokban, hogy szép napot, szép estét, vagy szép hétvégét kívánjatok egy kórainak. Ez a szócska, csumál, ez a hétvége. Emlékeztek a csál szócskára, most írtam fel annak egy mondhatni szinonimáját, vagy egy hasonló kifejezést, csilgopke, ez azt jelenti, hogy élvezettel, ilyen izgalmasan, jól, és a már megtanult pone se jó. Pone se jó, ez pedig amikor lezárok egy jó kívánságot, szó szerint olyasmi lenne, hogy töltse jól, izgalmasan, szépen a hétvégét. Csumál, csülgopke, pone se jó. Csumál, csülgopke, pone se jó. Ezt lehet használni akár írásban, akár szóban. Lehet zárni így egy hivatalos e-mailt, ez nagyon udvarias lezárása például egy kérésnek, vagy egy üzenetnek. És hogyha már itt sokat beszéltem a tegezésről, a magázásról, ennek a tegező formája az lesz, hogyha itt hagyjuk abba a kifejezést, csumál csülgopke pone. Ez lesz a tegező formája ennek a kifejezésnek. Az utolsó kifejezést, amivel ezt a videót zárjuk, az pedig a holdúj év kapcsán, ami egyébként a keleti kultúrákban ünnepelt újévi ünnepség, ez egyébként nemrég volt, fogjuk megtanulni azt, hogy boldog új évet. Ez kimondva úgy hangzik, hogy se pok mani pátiv se jo. Valahonnan már szerintem ismerősek talán egyes kis szócskák ebből a kifejezésből, ugye ez is se jóval zárul majd. Felírom a táblára, és akkor közben figyelhetitek az egyes szavakat. Se he, új év. Pok. Ez a pók, ez egy izgalmas szó, jó szerencsét, boldogulást, szép dolgokat jelent, áldást. Mani, ez gyakorlott nyelvtanulók már felismerhetik benne a mantha szót, ami azt jelenti, hogy sok. Tehát ez a jó szerencsével, boldogulással kapcsolatosan sokat kívánunk a velünk szemben állónak. Se jó, ebből már ismerős lehet, hogyha gyakorlottak vagytok. Pádi se jó, itt most egy új igét tanulunk, ez a kapni, elfogadni. Tehát összességében ez a kifejezés, a boldog új évet magyarul így szoktuk mondani. Se he, pok, mani, pádi se jó. Kapjon sok jó dolgot a következő életben, így lehetne szó szerint lefordítani ezt a kis kifejezést. Úgyhogy ma is nagyon sok mindent tanultunk. Nyugodtan nézzétek vissza a videót, hogy mit hogy kell kiejteni. A most megtanult kifejezéseknek az írásával kapcsolatban pedig érdemes rákattintanotok a leírásra, ott megtanultok minden kifejezést, visszaolvashatjátok és megtanulhatjátok a helyes karaktereket és azoknak a használatát.